Lovamat kötöttem szomorú fűzfához, lelkemet kötöttem gyenge violához, lovamat eloldom, mikor a hót felkel, te tőled violám, csak a halálról dél. Hogy is volt ez? Édesapád elment Amerikába és visszajött. Hát igen, én így értesültem, nem voltam még jelen akkor, de hát a Trianon után elment Amerikába. Már voltak ottan, a faluból kiment rokonok, barátok, és kicsalták. És hogyha jól emlékszem, egy hamis útlevéllel sikerült kimennie. Még Blázson, Balázsfallam a szülőfalujából indult vonattal, ottan elkapták, bezárták valahova a csendőrök, de megszökött, tovább utazott, kiment Magyarországra, és ment tovább a tengerpart fele. És nagy nehezen sikerült kijutnia Amerikába. Sikeres amerikai évek voltak ezek? Hát az eleje nagyon nehezen ment, mert ahova megérkezett, senkit nem ismert, nem tudott angolul egy szót sem, és találkozott egy öreg zsidó asszonnyal, és az meghívta ebédre, tájékoztatta, hogy mit kéne csináljon, hova menjen, mit próbáljon, és a végén bekerült egy vendéglőbe mosogatónak. Azt csinálta nem tudom hány hónapig, aztán előre lépett és a fémiparba kapott állást, munkahelyet, és fokozatosan így alakult, mert ő műszaki szakiskolát végzett, éppen itt Vásárhelyen a fémipariba, hogy nagyon jó szakmai képessége volt a műszakiban és a technikában. Úgyhogy kapott aztán normális állást, és ottan dolgozott évekig. De nem gyökeresedett meg, ha egyszer nem visszajött. Gyökeresedett meg. Ott volt 7 évig, már megkapta az amerikai állampolgárságot, és akkor azt mondta magában, hogy elegem volt Amerikából. Fogta magát, és hazajött. Még volt egy kis spórolt pénze is. Akkor hozott egy kis spórolt pénzt, és nem Pestre ment, mert azelőtt Pesten dolgozott, a Gancnál, meg a posta járműtelepen, hanem hazajött a szülőfalujába, amit már Romániához csatoltak. És a megspórolt pénzből ott vett egy kis téglaverő üzemet, ami elég primitív téglagyárnak volt minősítve, de hát még nem volt a technológiai szinten. Ott találkoztam az agyaggal, és agyagos környezetben nőttem fel, már egész kis 3-4 éves koromban kezembe vettem az agyagot, és kezdtem gyúrkálni belőle ezt, azt, amazt. És nagyon érdekelt a lakatosság és a fémipar, akkor láttam már mindig, apám küldött ki, de fölmentem a gyárnak a lakatos műhelyébe, és ott néztem, hogy vágják a vasat, hogy köszörülik, hogy ezt esztergálnak, hogy megy a kovácsolás. Szóval némi jártasságot szereztem. És ez egy időben volt az agyag, meg is agyaggal igen, való és ismerkedés agyagból, és a fémipar, az együtt volt a együtt kisgyereknél, ez volt, egy időben volt? Együtt volt. Már egész elemista koromban már próbáltam fémből is csinálni bizonyos dolgokat. És aztán gyúrtam az agyagot, állatfigurát, emberi figurákat próbáltam, és jött a bécsi döntés, Vásárhelyt Magyarországhoz csatolták,
Kisküküllő mente, az Romániánál maradt, és akkor átjöttünk én és a nővérem anyámmal Vásárhelyre. Úgyhogy az elemi iskolába itten irattak be, a református kollégiumba. Ott jártam két osztályt, és akkor hazamentünk apámat meglátogatni a nővéremmel, és úgy döntöttek, hogy ott maradok, mert anyám itt nem tudott eltartani. Nem volt megfelelő jövedelem hozzá. A nővérem visszajött, én ott maradtam, és rá aztán két évre anyám is hazajött. És akkor ott folytattam az elemi osztályaimat a szülőfalum elemi iskolájában. Ez a Küküllődombó? A Küküllődombó, igen, egy nagyon rangos, jó tanítókkal ellátott iskola volt. És nagyon sok hasznos dologra megtanítottak az íráson és olvasáson kívül. Mert ahogy visszaemlékszem, voltak ilyen gyakorlati órák, mikor mindent megmutattak, hogy a földet hogy kell művelni, a fákat hogy kell oltani, a szőlőt hogy kell kezelni. Szóval teljes gyakorlati, minimális gyakorlati képzésbe részesítették a gyerekeket. Az erdélyiek között milyen helye van Hunyadi Lászlónak? Hát őt most úgy is nevezhetnénk, hogy az egyik nagy öreg, de tulajdonképpen vezető helye van, mert én nem hiszem, hogy lenne még egy olyan művészünk, és általában is kevés olyan szobrász van, akinek ennyi köztéri alkotása lehet, mint Hunyadi Lászlónak. Laci bácsi egy történelem, egy komoly szobrászművész, egy fogalom. Mint diákja beszélek, visszamenőleg, óriási a munka ereje, a hozzáállása, kiállításon minden, ami elő van téve. Szóval egy komoly szobrászművésszel állunk szembe. Együtt felvételeztük a főiskolára, a szobrászatra. Az egész főiskolán aztán a legjobb barátok voltunk. Már a felvételen egymás mellé ültünk ösztöndesen, nem tudom, hogy miért. Én különben festészeten végeztem, Sercsákot, hogy egy szobrász milyen jó rajzol, mellettem őt is rajzolt. És rengeteget tanultam tőle, mert én szobrászattal nem foglalkoztam egyáltalán előtte. Néztem, hogy rakja fel az agyagot, hogy kell a vázat csinálni először, és az agyagot felrakni is, hogy születik meg a szobor. Amikor a főiskolán voltunk, meg voltam győződve, hogy a világ egyik legjobb szobrászai leszünk. De most elég, hogy azt mondom, hogy az élvonalban van. Azt írja az egyik életrajzírót, hogy akár zenész is lehettél volna. Hát igen. Mert otthon gyerekkoromban kezdtem hegedülni, mert elég sok népzene hangzott el az összejöveteleken nálunk. Anyám elég jól zongorázott, nem volt profi, ilyen amatőr módon tanult, de a nótákat, ilyen könnyebb klasszikus darabokat eljátszott, és apám is hegedülgetett így-úgy. Úgyhogy abba is belekóstoltam és próbáltam fejleszteni magamat, és a kollégiumban, mikor bekerültem, már az első gimnáziumban, akkor beiratkoztam hegedű órára. Volt ottan egy szenzációs zenetanár, Vajda Márton. Az érett szobrásznak két olyan szobra is van, lehet, hogy több is van. Az egyik a Pentaton szobor, a másik a Cantata Profana, amelyik témájában szintén kapcsolódik a zenéhez, meg a igen. Hagyományokhoz. Igen, a népzenét akartam valahogy plasztikai formába közel vinni a népművészetet is, és a plasztikának is ilyen népies hangulatot adni. Hajnal Lajos, néhai kalocsai érsek, aki
főleg csillagász volt, és ő alapította az első csillagvizsgáló obszervatóriumot Magyarországon. Ez a 2000-es években készült, akkor meghívtak pályázatra. És ez a lovas szobor itt melletted? Ez szintén egy bukaresti pályázatra készült 75-be. Az is egy kicsit rég volt, nem? Moldova nagy fejedelme, Nagy István, sőt a legnagyobb, Stefan Csermáré. Egy nagyon talpra esett, törökverő fejedelem volt. Ott van egy bajuszos bácsi fönt a polcon. Annak az az érdekessége, hogy mikor fölkerültem az egyetemre, az volt az első portrém. Amit... Szép nagy magyar bajusz csináltál neki. Hát olyan volt. Szép. És ez a leányfej? Az amit... a lányunk. A korsója, aki Olaszországban. És neki is megvan ennek a szobornak egy másolata? Megvan. Ki van öntve bronzból. És ott van nála Olaszországban? Meglepetésként vittük el neki. Szentendrén öntötték ki. És Marosvásárhelynek van valami testvér kapcsolata. Egy ottani kisváros van, Sal. Szirakúza mellett, és meghívtak egy kiállításra. És akkor önkormányzat intézte az egészet, volt egy kis autó, és akkor felpakoltuk, és elvittük. Megrendeztük a kiállítást, és jött Ors, és ott nézegett mindent, és mindenki Orsit nézte ott az ismerősök közül. És egyszer csak észrevette, hogy ott van az ő portréja is. Itt, ha dolgozol, akkor a múltaddal együtt élsz, mert itt ez a rengeteg szobor, pályázati szobor, plakett, ez mind-mind emlék hát, is. Hát itt éltem le az életemet. Ezt annak ide, mikor végeztem, sürgősen. Ipari zónának volt nyilvánítva, építkezés betiltva. Azelőtt egy pár héttel megcsináltattam az építészet. Szel egy rajzot, hát az nagyobbra volt tervezve. Megyek a városi építészeti hivatalhoz, mondom, hogy le akarom adni, azt mondja, hogy sajnálom, fiatal úr, de le van állítva minden építkezés. De én mondok valamit magának, de ne mondja meg senkinek. Fogjon hozzá, engedély nélkül, úgy egyszerűen, kicsivel építse meg, és 20-25 évig fogja használni. És itt éltem le az életemet. Laktatok is itt? Hát itt laktunk. Éveken át két gyerekkel, ebben a nagy teremben. Hány évesek voltak a gyerekek, amikor végre meglett a mostani otthonotok? Hát már nagyok voltak. A fiam már középiskolás volt, és a kislány is harmadikus vagy negyedikes volt már. Aztán hozzáépítettem ezt a kis susznit ide. Az is olyan improvizált, a plébániát. Plébánia? Mit hívsz plébániának? Hát a... A fém munkát. Lemezfeldolgozás. Plé. És bánni kell a fémmel. Így lesz belőle plé. Bános. Plébános.
Jó. Azzal bánunk. Átkísérsz minket? A plébániára? A plébániára, igen. Hogy azt is megnézhessük. Ott van el. Folyik a termelés a plébáni? Hát egy kicsit igen. Be van gyújtva? Begyújtottam, mert vendéget vártunk, és gondoltam, hogy melegen fogadjuk a vendégeket. És sok a szerszám, emléktárgy, régi használati tárgy. A szerszámoknak egy részét is saját magad fabrikáltad, legalábbis úgy tudom. Hát igen. Ilyesméknél ezeket már Árpi csinálta, nagy részét, de van még, amit én készítettem. Ő a tradíciók művésze. Tehát erdélyi szobrászat élvonalában van, ha a tradicionális művészetet veszük számításba. Ő saját bevallása szerint sosem igyekezett felugrani a posztmodern vonatára, mert úgy érezte, hogy szorosan kötődik azokhoz a népi, magyar, nemzeti tradíciókhoz, amelyek őt megelőzték különféle művészek révén, és ő fokozatosan fejlesztette ezt magában tovább a saját vérmérséklete alapján keresztül, és nem próbált elrugaszkodni attól, ami belőle őszintén kikiválkozott. Egy végtelen szakmai komolyság, érettség, odaadás, hűség, természetesség, spontánság, őszinteség. Egy szóval szinte azt mondanám, hogy nagyság, ami a hozzáállást egységében jelenti alkotónak az alkotásához és az alkotás folyamatához. 50 éve, hogy ismerem. Amikor én ide kerültem Marosvásárhelyre iskolába, 13 évesen, körülbelül egy év múlva kerültem az ő keze közé. Volt olyan szerencsém, először krokit, vázlatot tanított, és 9. osztályos koromban kezdett szobrászatot tanítani. Na most az élmény az volt, odahatott az élmény, hogy általa lettem szobrász. Tehát a művészi kvalitása és emberi magatartása olyan hatást gyakorolt rám, hogy azelőtt grafikára szerettem volna menni, de aztán átváltottam, önkéntelenül oda vonzott magához. Így választottam a szobrászat pályát. Korrektúrákat tartott, úgymond belenyúlt vagy javította a munkákat, amiket mi készítettünk, és soha el nem felejtem azt a mozdulatot, azt a tartást, és a bütykös kezeinek azt a mozdulatát, azt a mozgást, ahogy hozzányúlt, ugye ő a maga bátorságával, meg művészi spontánságával az én kicsi féltett el ne roncsd szobromhoz, ugye, amit a kicsi gyermek lelkébe is félt, vagy úgy az egész egy félős valami volt, egy nagy dolog, és ezt nem tudom elfelejteni, és közben a pipa a szájából így fél alatt lógott, és ez a természetesség akkor, hogy mondjam, még nem ért meg bennünk, hogy mit jelent. De aztán később, ahogy megismertem, mint ember, és rá 15 évre, mint induló művész, és azt együtt állítottunk ki 35-37 éve Vásárhelyen, minden megyei kiállításon, akkor visszakapcsolt nekem, és akkor jött be, hogy tulajdonképpen ugyanaz a hatás most 40 év után, 50 év után, 50 éve, hogy ismerem, 49 egész pontosan, akkor voltam 5-es, ugyanaz a csodálatra méltó és tiszteletre méltó egyéniség, egy szinte mondhatnám, hogy idős művésznek, mint amilyen én vagyok, mint ami volt egy gyereknek. Mindig olyan tanáraim voltak,
akitől tanultam. És ha végigvesszük, hát akkor a művészeti oktatásom az a középiskola, az egyetem, ami 6 év volt, hát eléggé hosszadalmas. És itt lehetett hallani magyar történelemről, magyar irodalomról, kortárs magyar irodalomról, vagy ez is úgy adódott, hogy úgy tudom, hogy Sütő Andrással is, aki ugye később az egyik legnagyobb magyar író lett, neked nagyon szoros volt a gyerekkori vagy fiatalkori Fiatalkori, én jó viszonyba kerültem, és voltunk együtt halászni sokat. Meg kirándulás a hegyek közé vittem pisztrangászni, meg volt úgy, hogy el kellett menjen ide vagy oda, és én voltam a sofőr, vittem. Mert ő közben szeretett inni is. Meg volt olyan, hogy abban az időben este 9-kor aztán már kidobás volt a kocsmákba, s a vendéglőkben nem lehetett buhajkodni, zenélni, nótázni, és akkor Sütő mondta, hogy na, megyünk Hunyadihoz, a műteremben. És ott néha nagy buhajkodások voltak, nagyon szeretett András mulatni. És akkor a vele való beszélgetések talán szintén segítették ennek az eszmeiségnek a kialakulását, vagy formálódását. Hát ezek a beszélgetések nagyon közvetlen beszélgetések voltak. Nem ment túlottan elméleti szintre. Hát mikor, ahogy hívják, ott az Orbán Balást mintáztam, szinte az Izsák műtermébe, hát az jó nagyméretű szobor, 2 méter 50 centi talán, eljött, megnézte. Nézi, félrelépik, és azt mondja nekem, hogy na, megnyugodtam. És kérdem, miért? Attól féltem, hogy akkora bajuszt fogsz mintázni neki, hogy a madár egyensúlyozni fog a bajussza végén. Az egyetemi évek se voltak teljesen felhőtlenek, hisz egy ponton meg kellett szakítani ezt a tanulmányt valami miatt. Hogyan volt ez? Közeleg az első fél év vége, már készülünk a kolokviumokra, vizsgára, és Csupé volt a rektor, Aurél Csupé, ő is egy időben itt tevékenykedett Vásárhelyen, így nem került fel az egyetemre tanárnak. Ő volt a rektor. Hívott a rektor. És megyek, és közli velem, hogy politikailag alkalmatlan vagyok, úgyhogy el kell hagyjam az intézetet. Hogy derült ki vagyok rúgva? Ki a politikailag alkalmatlan vagy? Hát, hogy apám kapitalista volt. Osztályellenség. Nos, akkor nagyon szomorúan letörten, hazajöttem. Hát nyilván, hogy elmentem Izsákhoz, mert már mindig nála dolgoztam. És mondom, hogy mi történt. És azt mondja, na tudod, mit mondok neked? Gyere ide hozzám, dolgozó napi 4 órát, és kapsz egy fél tanári fizetést. Hát azonnal elvállaltam. És akkor nála bütyköltem, intöttem a gipszet, faragtam a követ fél normával, és kaptam a fizetést, ami nagyon jól jött. És eltelik az esztendő, hát nem éppen egy esztendő, de nyáron azt mondja nekem, hogy na, készülsz a felvételire? Mondom, hát igazgatóhelyettese, hogy készüljek, ha úgyse vesznek meg. Na, menj csak, próbáld meg. Elmegyek, felvételizek, hát felvesznek. Ez volt a legnagyobb meglepetés számomra. És mikor osztják ki az ösztöndet, ösztöndíjat is kapok.
És akkor kezdtem érdeklődni, hogy hogy lehet ez. Hát Izsák elment Bukarestbe a minisztériumba, és elintézte, hogy felvettek mi munkáskádert. Milyen anyagokkal dolgoztatok az egyetemi évek alatt? Mivel én téglagyárból jöttem, hát volt egy alatta, amilyen azt hiszem Fekete Margitnak hívták, az apja kerámikus volt, és nagyon szép kis kerámiákat, és mi is csináltunk agyagot, és el kellett vigyük oda, volt egy kályhás ottan a stadionnal szembelevő utcában, már nem tudom milyen utca, és oda kellett vinni mindig, égetni. És ha ittük, akkor nekünk is kiégette a kis agyagtárgyainkat. Nekem a téglagyárba megadatott az is, hogy belekóstoljak a kerámiába és a népi fazakasságba. Mert volt egy fazakas műhely, ahol népi kerámiát, tányérokat, korsókat, káposztás fazakakat, ételhordókat fazakaltak. A két fazakas dolgozott ottan, az egyik éppen Korondi származású volt, a másik pedig szilágysági. És ezeket csinálták a háború alatt. Háború előtt. Úgyhogy abba is kóstolót nyertem, és tudtam, hogy milyenek a edényégető kemencék, és jött egy olyan ötletem, ott a sétatéren voltak a műtermeink, a Korcsolya pavilonban, a tó közepén, nem tudom, jártál-e arra, ismered azt a helyet? Jártam arra. A Korcsolya pavilonban ott mi műtermek voltak? Ott volt a szobrászat, fönt ott volt a festészetnek néhány osztálya, és talán még a grafikából is voltak ott. Mi nem voltunk a földszinten, és volt egy helység, ahol külön a gipszöntés folyt. És ottan volt egy ehhez hasonló, éppen zöld csempekályha, ennél nagyobb. Vettem annyi bátorságot, hogy egy vasárnap, vagy két kollégával nekiálltam, kibontottuk a tetejét, szereztünk samótéglát, csináltunk belőle egy üreget, hőjáratokat, ahogy azt a technológia megcsinál, megkívánja, és átalakítottuk égetőkemencévé, mert egy nagy égő volt benne. És nem kaptatok ki? És Kós, mikor meglátta, Kós András, hát majd megütötte a gutta, legborombított minket. Mikor kikerültek az első égetett tárgyak, akkor azt mondta, hogy na, meg vagyok elégedve, jól csináltátok. És a következő évben megalakult a Jón Andrészkú Képzőművészeti Főiskolán a kerámia szak. Hát ezt akkor neked köszönhetik. És aztán befejeződtek ezek a kolozsvári évek, és nem maradtál Kolozsváron, visszajöttél Marosvásárhelyre. Hát, hogy hova is helyeztek, már a Maros megyébe kaptam a kinevezést. Hát ez nem egészen itt van. Hát elég messze van, de a középiskolás koromban még már félnormával, félállással dolgoztam a bábszínháznak. Bábokat terveztem, kiviteleztem és díszleteket, és azt mondták, hogy alkalmaznak bábtervezőnek, mert üres állás, nincs ki csinálja. És elmentem oda, és azt mondták, jó van, nekik nincs szükségem rá. Van, aki tanítson, oktassa a rajzot. És eljöttem hazítottam a bábszínháznál, két hónapig. És két hónap után hivatnak be, és mondják, hogy sajnos ki kell rúgjanak. Itt voltak a pártól az ártársak. Megint osztály ellenség lettem. És akkor mi történik? Nagy sóhajtás, akkor nagy sóhajtás, visszatér az élet. Eljöttem,
Izsákot bebe jártam dolgozni, és neki segítettem, és az én munkáimat is ott csináltam, és Bandi Dezső egyszer megállít, hogy meg akar kérni valamire, adna nekem egy feladatot. Némileg jártas vagyok a népi kerámiába, menjek ki Korondra, és tanítsam a korondiakat rajzolni, a régi székely kerámiákat, csinálják azokat. És akkor elvállaltam, és az Udvarhelyi Múzeumból, és a Keresztúri Múzeumból egy csomó sóvidéki kerámiát kiválogattunk, azt kivittük, és akkor minden hónapban egy hetet kint töltöttem, és akkor összegyűltek a legények, a lányok, és azokat a kerámiákat másolták le, és égették ki. És akkor indult újra a korondi színes kerámia, már ez az eredeti székely kerámia. A Ceausescu rendszer itt valahogy a te egyetemi tanulmányaid befejezése után hát keményedik. Hát és először gyógyulás volt, akkor nem keményedett. Akkor nagyon sok állami támogatást kaptunk. Az számodra szobrászként milyen szobrokat vagy milyen lehetőségeket jelentett a te hát saját életedben? Hát kiállításodon, térszobor megbízást nem kaptunk, de minden kiállításon részt vettem, és minden kiállításon megvettek egy-egy munkát, még Bukarestben is vásárolták meg munkáimat, és adtak alkotási kölcsönt. Van a munkásságodnak egy másik vonala, amelyik ezeket a nehéz éveket átívelte, ezek a plakettek, amiből nem is tudom mennyi. Nagyon sok készült. 100 körül van. Hát ez is ebbe a nehéz, kemény 20 esztendőbe esik bele. Annyi évtizedeken keresztül kiesett a képzőművészetből az, hogy az őseinknek, az elődeinknek és nagyjainknak az arcképébe belekerüljön a képzőművészetbe. Szobrokat nem állítottak, festményeket nem igen csináltak, és akkor legalább egy ilyen kis méretbe próbáltam a nagyjainkról maradandó emléket állítani. Van különbség a között, hogy egy ismert ember arcát formálod meg, vagy egy karakteres emberi arcot, akinek nincs mögötte történelmi tett, vagy valami. Hisz egy karakteres arc, az karakteres arc, mondom én, aki nem értek hozzá. Más hát az történelmi személyiségeket megmintázni? A történelmi személyiségeket megmintázni talán könnyebb. Mert? Mert van némi ábrázolás róla, és kevesen ismerték személyesen már őket. De egy kortársat, akit sokan ismernek, annak nagyon sok arca van. És meg kell találni azt a megfelelő beállítást, megfelelő pozíciót, arckifejezést, hogy tulajdonképpen mit sugall az az ember magába. Mert az nem elég, hogy rám nézel, de valamit kell tükrözzön az arckifejezés, mintha akarná mondani valamit. Ezek a történelmi hősök... Ez ilyen néma színészet. Ezek a történelmi hősök, ezek azért mind mondtak valamit számodra. Én megismerve a te Petőfi szobrodat, azt csodáltam meg, hogy ez egy elgondolkozó, meditáló Petőfi, aki nem tud mindent azonnal. Egy gondolat bánt engemet. Hát ő egy nagyon érdekes, mind alkat is, és mind jellem is. Nagyon sok arcú.
ember lehetett. És egy zseni. Van egy eszmeiség, és bizonyos eszme lappang az ember képzeletébe, agyába, és a képzőművészetnél az adódik, hogy a szavakban nem lehet megfogalmazni, az érzéseit kell belevigye a formába, a vonalba, a színbe. Egy ilyen eszmei sugallatot kell adjon, szavak nélkül. A Ceausescu alatt aztán teljesen háttérbe szorult minden. És ekkor a te életedben egy önálló műfaj jelent meg, ez az ékszerkészítés, az ötvösségnek. Igen. Egy ilyen... Akkor kezdtem az életet, ezt nem tanultam sehol, amit csináltam, az mind a lakatosságból lett átvéve. Hány év volt, amikor ez szinte főtevékenység volt? Hát körülbelül 20 esztendő körül van, amikor egyáltalán nem csináltam szobrot. Hát az előtti szobrokat is, amit csináltam, hát nem volt hol tárolni, kikerült a szabadba, és az idő megette. Ez is nagyon szép függő. Sok-sok ékszer készült a kezed alatt. Sok, aztán Mari meg fogja mutatni. És ezek a régi erdélyi ékszerek. Másfa. Az első ékszert, amit a tanáromtól kaptam, én még 11-es, tehát még nem mutathatta ki, hogy szimpatikus vagyok neki. Elmentünk az üzletbe, megkérdeztem, hogy mennyibe kerül az a nagyon szép nyaklánc, amit ő készített, és akkor kiemelte a vitrínből, és azt mondta, hogy ez a magáé. És így lett az első ékszer tőled, és a nyakamba tettem azóta, és viselem, mikor természetesen illik a ruhához. Hát különben azt meséltem, hogy tanárom volt, 16 évesen ismertem meg, akkor jöttél az iskolához, egy nagyon jóképű, szép magas, fekete szakállas, mosolygos szemű, titokzatos ember volt. A lányok körül rajongták. És én abból tudtam, hogy egy kicsit szimpatizál velem, hogy egy nagyon gyenge szobrászi munkámra kaptam egy 8-ast, és én el voltam keseredve, hogy csak 8-ast, és akkor... odajött, és azt mondta, hogy tudja, hogy miért kapta ezt a 8-ast? Mert zsilvögyi. Tehát nem, hogy szimpatikus, zsilvögyi, nagyobb jegyet kaptam, mint amit megérdemeltem. Hát, ides Tova, 52 éve ismerjük egymást, 49 éve fogjuk egymás kezét, és 45 éve erről papír van, ugye? Házassági papír. Ezekben az években a szobrász az készíti ezeket az ötvös munkákat, ékszereket, de közben folyamatosan tanítasz. Hát tanítottam, de elég hamar ott hagytam. Hányba? Hánytól hát hányig? Vagy 20 évig tanítottam. Hát ez nem egy rövid idő. Hát nem. És akkor kaptunk egy nagy megbízást, aminek a makettjét Kulcsár Béla kezdte el, és meghalt szegény 36 évesen. És akkor engem és Kis Leventét bíztak meg azzal, hogy kivitelezzük. Ebbe benne van az agyakfalvi. Egy makettje, vagy egy kis változata itt is található nálad. Ja, igen, az előtérbe. Az volt az a példány, a Kulcsári sokkal kemezetlegesebb, amit jóvá hagytak Bukarestben a minisztériumos, megadták a megbízást.
Ez hosszú ideig készült ez hát a szobor? Hát az 3 esztendő volt. A kőbányában, a helyszínen. 20-21 köbméter kő van benne. Agya. Nagyon komoly, nehéz munka volt. A művész számára itt ezekben a nehéz években, vagy most, amikor szabadabb talán a világ egy kicsit, mennyire vetődött fel nálad a menni vagy maradni? Ugye édesapád elment és visszajött. Nekem ő ebben példaképpen volt. Nagyon sok erdélyi családban, úgy tudom, egy kicsit nálatok is van olyan, aki elment. Mennyiben fordult meg a fejedben a menni vagy maradni? Nekem a maradás fordult, annyi lehetőségem lett volna. Az egyik unokabátyám vasúti mérnök volt, ott dolgozott a minisztériumban, a MÁV-nál, és hozta nekem a mennyasszony jelölteket, Szőkét, Barnát, fiatalt, idősebbet, minisztert, lányt is hozott, hogy vegyem el feleségül. Na, de nem akarom, akkor legalább formaságból egy öreg hölgyet, menjek ki Pestre. Nem vállaltam. Mennyiben lehetett innen Erdélyből figyelni a művészeti élet területén az európai tendenciákat? Még mielőtt a tévé lett volna, már akkor bejöttek folyóiratok, újságok, színes kiadványok, hanem jöttek legálisan, de becsempészték. Úgyhogy nagyjából szereztünk információkat a kint történt eseményekről. Mennyire utána hatottak rád ezek a nemzetközi szobrászati képzőművészeti tendenciák, hát némileg hatottak, de nem vagyok meghatódva ettől a modern irányzattól egyáltalán. Én a tradicionális szemléletet vallom, és amellett tartok ki. Ezt a És a népművészet az mindig lefüggött, és mindig inspirálódtam bele. Hát lehet, hogy paraszti környezetből jöttem, és az őseim ganéslábúak voltak. Hát ezért érdemes 80 évesnek lenni. A vers tudja a legtöbörebben, a legpontosabban kifejezni azt, hogy mi lehet a lényege egy alkotásnak, vagy egy egész életműnek. Akkor a Kossuth-díjas költő Lászlóffy Aladár egyik versében találtam egy sort. Az valahogy így hangzik, hogy emberarccal néz rám, és elhiszem a kőnek. Ez, tényleg ez hordozza ennek a művészetnek a lényegét. Az egyik kritikusa úgy beszél Hunyadi Lászlóról, hogy a szép arcú emberek alkotója. Itt valóban vannak királyok, fejedelmek, hadvezérek, egyházi főméltóságok, tudós emberek, írók, költők, de ugyanakkor itt vannak azok a közemberek, az egyszerű emberek is, akikből a művész létezett, és akikhez ragaszkodik, Erdélyhez. Ezelőtt úgy 3-4 hónappal Izsák Mártonra emlékeztünk egy kiállítással, ugyanitt ebben a teremben, és ő mester volt Hunyadi Lászlónak. Itt a teremben ülnek olyanok, akiknek már Hunyadi László a mestere, és olyanok is, akiknek már a Hunyadi László tanítványa a mestere. Ez is nagyszerű dolog, és ennek örülünk, hogy itt a Bernádi házban ezt a stafétát meg tudjuk időnként valósítani, hogy egyik nemzedék jeles képviselője a másiknak adja át a termet,
Nem véletlenül írta Sütő András azt Hunyadi Lászlóról, hogy történelmi emlékezetünk gyógyítója. Az eltelt 23-24 esztendőben sok olyan nagy alkotással ajándékozta meg az erdélyi magyarságot, amely körül azóta gyülekező hely lett, ahol ünnepelünk például Petőfinél, Orbán Balázsnál, Márton Áronnál. Egy szót szeretnék én is szólani. Tessék! Az az érdekesség, az ellentéte, hogy a sötét arcokból mégis az ember arc és a lelkiség kiválik. A lelkiség, amely ott szunnyad minden emberben, és ezért dicsérhetjük őt, hogy ezt a lelkiséget meg tudta örökíteni számunkra valóságosan. Köszönjük szépen! Nagy értékűek a szobrai. Én sokat gondoltam erre, és arra a konklúzióra jutottam, hogy valamennyi szobrának van egy hipnotikus kisugárzása, ami jellemző a figurára. Sokféle ember van. Van ügyes ember, van tehetséges ember, van törtető ember, van erős ember, hatalmas ember, de mind hiába, ha nincs jóra valóság. És Laci bácsiba a jóisten nagyon sokat szorított ebből a tulajdonságból, a jóra valóságból. Mit kívánna a 80 éves művésznek a jó egészségen kívül? Az, hogy minél többet tudjon dolgozni, és minél többet tudjon a társaságunkban szerepelni, részt venni. Legyen ereje mindazt az elképzelést és ötletet, ami én azt hiszem, hogy benne nagyon gazdagon buzog, még továbbra is, azt meg tudja valósítani. Ezt el nem felejtem soha, ezeket a hüvelykúj mozdulatokat így, ahogy. És ezt még csinálja minél tovább, mert dolgozik. Tudom, hogy dolgozik, és tudnánk még énekelni minél többet együtt. Egy jó pálinka mellett előfordul még, hogy nótázol egyet? Hát nagyon-nagyon ritkán. Nincs már kivel. Van kedvenc nótád? Van. Mi lenne? Több is. Na, egyet mi az? Megkötöm lómomat szomorú fűzfához. Hogy hangzik ez? Lómomat kötöttem szomorú fűzfához, lelkemet kötöttem gyönge violához, lómomat eroldom, mikor a hót felkel, te tőled violám, csak a halálul, de... Különben nagy népdal rajongó vagyok. Thank you.